Aki győri és szereti a kézilabdát, annak biztosan van valamilyen meccsélménye Iváncsik mihály kapcsolatban. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Misit még élőben is láttam játszani, aztán később, amikor befejezte a pályafutását, nagyon sokszor sztorizgattunk újságcikkek, interjúk kapcsán, az elmúlt napokban megint találkoztunk, az egész apropója a találkozásnak pedig az volt, hogy Iváncsik Mihályt beválasztották a Magyar Kézilabda Hírességek csarnokába. Iváncsik Mihály a Győri Cunder király 13 évet húzott le a magvasi sportcsarnokban az etó színeiben, eközben lett világbajnoki ezüstérmes kétszeres olimpikon, többszörös bajnok és e IHF kupa győztes. Amikor kérdeztem tőle, hogy hol beszélgessünk, rögtön a kézilabda szentét ajánlotta, Mísivel a pálya közepén ültünk le, látszott, hogy még ennyi idő elteltével is imádja ezt az arénát. A legendás hetes körbenézett sóhajtott egy nagyot, aztán elkezdett mesélni azokról az időkről, amikor több ezer ember tombolt a meccseken becsukod a szemed, akkor el tudod képzelni azt, a örjöngenek? El. Főleg, mert a keresztbe csúsztam egy zicsernél. Egyik oldalon a másikra a tiszta víz voltam, hogy is csúsztam, imádták az emberek, meg mi is imádtuk. Mennyire voltatok ti nagy sztárok? Nyilván akkor megismertek benneteket, de hogy, hogy oda mentek-e, beszélgettek veletek az emberek az utcán, ünnepelt figurák voltatok? Nem voltunk mi sztárok, mi megcsináltuk a munkánkat, ugyanúgy, mint a gyárba, ahogy neveltek bennünket, ott megcsinálja a munkás, a gyári melós, melóját, mi itt kint tudtuk, hogy miért dolgozunk. Mert egy vagongyári dolgozó kijött meccsre, és széttűvöltette, széttapsolta magát azért, hogy győzzünk, hogy másnap ő visszatudjon vissza tudjon boldogan menni dolgozni. Mi ugyanígy csináltuk, nem voltunk szárok, végül is megismertek mindenhol, mai napig is megismernek bennünket. Én hogy leálltam a rendőrre beszélgetni, a postással, a kéményseprővel, azért szerettek az emberek bennünket, mert közvetlenek voltunk. Iváncsik 1979-ben igazolt Győrbe, ahol egy generációváltás után a fiatalokból klasszis csapat alakult. Az első nagy siker a 86-os IHF kupa győzelem volt. Kevesen tudják, hogy majdnem az elején derékba tört ez a menetelés, ráadásul nem is a pályán. Úgy volt, hogy Svájcba nem utazunk ki, tehát ez nagy érvágás lett úgy a klubnak, mint a kézilabdának, magyar kézlabdának is. Hát nevezzük a gyereket nevén. A Szánia Jani akkori elnök, Pálmai Józsi szó szerint kihozták a vagongyárból, mert a útlevelünket bevitték, kicsempészték, föltettek bennünket a vonatra, és így utaztunk is Svájcba. Mindenki tudta nélkül. Az IHF kupa győzelemért járó serlegről jó néhány városi legenda kering. A csapatból többen állítják, hogy egy kocsmatúra közepén sikerült elhagyni, úgyhogy senki sem vette észre. Másnap aztán az egyik csárda tulajdonosa jelent meg vele az etónál, hogy valamit ott felejtettek nála a jókedvű játékosok, de ez csak egy sztori sok közül, mi egy másikra is emlékszik. Kimentünk uh, Ottó komámhoz, hogy megmuzsájtsuk uh, bácsán is, hogy a kézlabdát nagyon szerették ott is, mai napig is szeretik. Kivittük a kupát. Mondtam, hogy ne vigyük ki, holnap fotózás lesz, stb. stb. Nem vigyük ki. Másnap visszajöttünk, hol a kupa? Nálad volt, nálam volt, nálam. Elkezdtünk egy picit összenézni, irány vissza a bácsára, hát a, a, a kisfia kivitte a homokozóba, és azt pakolta tele. Gyorsan összettük, és akkor futottunk ide, és akkor úgy lett a fotózás szokták azt mondani, hogy minden győzelem annyit ér, amennyire megünneplik. Hát a csapat aztán megadta a módját, ugye, hogy Spanyolországban, amikor az Alicante ellen a hazai győzelem után ott becsúszott egy vereség, de ez pont elég volt ahhoz, hogy, hogy meglegyen az IHF kupa siker. Igen, mikor vége volt a mérkőzésnek, egyből ültünk a buszra, és egyből le a vízpartra, úgy, ahogy voltunk, szépéstől főső, alsó, ledováltuk, csak a szuszpi rajtunk, és fejes mentünk a tengerben. Nagy volt az öröm. Hát ez egy nagy család volt. Tehát a, megnézzük a mostani ö, fiatalokat, mostani ö, klubcsapatokat, meg az akkori klubcsapatot, amilyenket mindig ö, ö, magamból indulok ki. Egy-két embernek volt kocsi, még busszal jártunk. Vége volt a mérkőzésnek, a család itt maradt együtt. Megbeszéltük a meccseket, stb. stb. Úgy, úgy, úgy melegel, melegében mindent eldöntöttünk, hogy most te voltál abban a fácán, te voltál abban. Tehát ott hirtelenében mindent kibeszéltünk. És a gyereket rohangáltak, az asszonyok elbeszélgettek, és akkor a másik két órát itt megy után még mi szépen leültünk is. Mondom, egy nagyon nagy család volt. Maradt örök barátság is, mert ugye Iváncsik Mihály és Csicsai Otto nevét ugye összekötötték nyilván a válogatottal kapcsolatban is, de hát ezért két nagy csibészként emlegettek benneteket. Igen, hát össze is mai napig is, hál' Istennek, nagyon nagy óra neki és nekem is. Ugye el volt törve háromszor, mindig ő mondják, hogy szia ottom, mondom, meg mindig Misi vagyok, ottonok, hogy szia Misi, még mindig ott vagyok. Szóval ez elég jó. Nálunk ugye kialakult, mert én többet voltam ott, ahol átítéltem, mondom, mint a feleségem, mert többet laktam együtt, tábor-tábor hátán, válogatott a klub szinten, tehát mi egy szobatársak voltunk. Iváncsik Mihály az Etóval háromszor nyert bajnokságot, és a válogatott egyik alapembere lett az 1986-os ezüstéremmel végződött világbajnokságon is. Úgy utaztunk ki, hogy az első-első 6 talán ott tudunk lenni. És hogy haladtunk előre, ugye megjött az étvágy. Csak benne maradt egy kis tüske, mert bejöttek az akkori vezetők, budapesti vezetők, elég, nem kell gyerek. Az első három négyben benne vagytok, tökéletesen megfelelünk mindenkinek. Mi nem így gondolkodtunk. Mi többet akartunk, szeretük volna megnyerni a VB-t. Aznap a Nagy-Jugoszlávia Nagy Jugoszlávia nagyon összetett volt hát talán, ha, ha egy órával előbb játszunk, vagy később játszunk ezt a jó Isten, tudja, talán akkor nyerünk. De abban a pillanatban ők két góla jobbak voltak. Visszaszoktad egyébként nézni a mérkőzéseket videóról már, amelyikről van videófelvétel? Van, elég sokról van. Sokat álmodok vele. És mi az, ami beugrik? Hát, hogy vb nyertem, de ez, ez, csak álom maradt. <laughs> a magyar kézlabda történetének egyik legjobb szélsője két olimpián is ott lehetett, 1988-ban Szöulban, majd 92-ben Barcelonában. Minden sportonak az álma olimpia, legalább egy. Nekem a családban három adatot meg, mert a legnagyobb fiam is kint volt. Én kettőn vettem részt, 88-92-ben. 88-ban 88 a negyedik helyen végeztünk, egy góllal maradtunk le a harmadik helytől, akkor a franciáktól kaptunk ki. Ez is nagy érvágás volt egy érem, mert azért, hogy egy olimpiára azért az egy, egy, óriási húzás lett volna a részünkről, mint a magyar kézlabda, meg a részemről is természetesen. Az Iváncsik nevet a sportban Mihály három fia, Gergő, Tamás és Ádám is továbbvitte. A két nagyobbik srác a válogatotban is bemutatkozhatott, mindegyikük az etóból indult Győrből. Minden mérkőzésre ugye én jártam Veszprémben, amikor a kettő ott játszott a Gergő Tamás. amikor lőttek egy gólt, befütyültem nekik, kinézett és kiintett. A legboldogabb apukaim voltam, meg vagyok, és intettem nekik, hogy mit lőjön. És a kapus kinézett, meglátott és megfenyegetett, mert tudta, amit én mondok neki, az nem fogja tudni megfogni. A legnagyobb érzésem, amikor a Gergőt búcsúztatták, négy iváncsik volt a pályán egyszerre, sőt öt, mert a legnagyobb unokám is befutott a végén. A Cunder király rendszeresen edz ma is, azt mondja, a pandémia alatti passzív időszakot úgy vészelt át, hogy vett egy kondigépet és a lakás erkéjén erősített, egyébként pedig fut és jó erőben érzi magát, a játék pedig még ma is jól megy. A kort azt, 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 azt be kell táradni valahol, megyek vissza csak nem úgy, mint 20 évvel ezelőtt. A fejbe ugyanott vagyok, csak már a mozgás. A kezem azért még azért még ott van, tehát ugyanúgy le tudom tenni a cundereket, a hetest, ugyanúgy be szoktam verdegetni. Pont két hete játszottunk, már nem úgy érkezik az ember a levegőből le a földre, minden elfájt. Tehát a talpamtól a fejembóbjáig fájt, tehát oda kell figyelni az esésekre a szurkolók úgy ismerték el a, pályán töltött időszakodat, meg azt, amit adtál a magyar kézlabdának, hogy a hírességek csarnokába 11. tagként beválasztottak, ez nem is olyan régen történt. Gondolom, akkor ez megint egy óriási büszkeség. Hát ez egy óriási élmény nekem. Azt hittem, már az rátettem a pontot, de azt hiszem, hogy ez a most elkövetkezett, főleg úgy, hogy nem a szakemberek választottak be bennünket, vagy engem, mint 11-et, hanem a közönség, a szakma, a, a szurkolók, ami nekem egy óriási nagy dolog. Hogy érzed, hiányzik valami az életedből, vagy azt mondod, hogy eddig ez így volt, teljes és Iváncsik mihály így boldog? Nem, én nagyon boldog vagyok. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám szavazott, főleg a családomnak, aki mellettem kiállt mindig. Köszönöm mindenkinek!